Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mi a mi kis erdélyi csapatunkkal úgy vagyunk, ahogy a hitnek a hősei, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy vallást tesznek arról, hogy folytassátok ti, idegenek és vándorok a földön. De mi szegény erdélyi magyar ember, amikor Magyarországra utazik, akkor itten román. Ha visszamegy Erdélybe, akkor ő magyar. Itt is idegen, ott is idegen. Ezért lehet, hogy osztozhat abban a megélésben, amit a hitnek a hősei mondottak erről a világról, hogy ők nem találtak hazát ebben a világban, ezért egy másik hazát keresnek, és én meg vagyok győződve, hogy Isten minden olyan embernek, aki másik hazát keres, meg fogja azt adni neki. Szeretettel köszöntelek, drága kedves testvéreim, nagyon jó érzés közöttetek lenni. Többször volt olyan alkalom az életemben, amikor nem csak jó volt, hanem szinte életbevágóan fontos volt az, hogy egy néphez tartozom, egy olyan néphez, amely a legelterjedtebb keresztény felekezet az egész világon. Gondolom tudjátok, hogy az Adventista Egyház a legelterjedtebb keresztény felekezet a világon. A világnak több mint 200 országában van adventista jelenlét. És ezért már ezt már tapasztaltam is, és tudom mindenkinek mondani, hogyha valamikor minden kötél szakad valahol, a világnak valamilyen táján, nekem volt ilyen, hogy februárban, pizsamában, a hideg havon menekültünk ki a házból, amelyik leégett, és tudjátok, hogy kik öltöztettek minket fel? A mi testvéreink. Dániában történt 2007. februárjában. És máskor is volt ilyen, hogy amikor úgy éreztük, hogy most nem tudjuk, hogy kihez forduljunk segítségért, tudtuk, hogy meg kell keresnünk a mi testvéreinket. És ott mindig, kivétel nélkül, meleg fogadtatásban volt részünk, itt is voltak olyan, akik megöleltek, megcsókoltak, jó Isten áldjon meg benneteket, és soha ne feledjük, hogy mi egy néphez tartozunk, egy különleges néphez, és ha Isten adja meg, hogy valójában így is éljük az életünket, tegyünk bizonyságot róla, hogy mi egy különleges Istennek vagyunk a gyermekei. Drága testvéreim, ma délelőtt meghívlak, hogy elmélkedjünk a Szentírásból. A Bibliát, a János Evangélium a 10. fejezetéhez nyitottam meg, és itt a 10. fejezet 10. versének a második részével szeretném, hogyha foglalkoznánk. Felolvassuk mindent azt, amit a 10. vers magában foglal, de a 10. vers második részével szeretnék foglalkozni ebben az órában. A János Evangélium a 10. fejezetének a 10. verse így hangzik: a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és őjön és pusztítson. Én, mondja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Drága testvéreim, bizonyára ti is szoktatok szép szavakat szólani, nem? Nagy ígéreteket tenni. Például mit mond egy szerelmes fiú egy szerelmes lánynak? Mennyire szeretlek? Nektek mondták? Nem mondták soha? Mondják még nektek? Minden nap. A valóság az, hogy abból, amit az emberek ígérnek, figyeljétek meg a választási kampányokat. Figyeljétek meg a nagy nemzetközi cégeket, amelyiknek a termékeit az emberek megvásárolják. Hogy az emberek mindenfele hirdetnek és ígérnek. De a legtöbbször az emberek anélkül, hogy tudnák, anélkül, hogy szeretnék, hazudnak. Amikor egy fiatal azt mondja, hogy én örökre veled leszek, mert annyira szeretlek, hogy soha nem hagylak el. Igaz ez? Amikor a választási kampányon azt ígérik az embereknek, ha engem választotok meg, akkor a ti életetek jobb lesz. A történelmet
sokkal mélyebb társadalmi mechanizmusok alakítják, mint egy elnökjelölt vagy polgármesterjelölt megválasztása vagy nem megválasztása. Mégis az emberek ígérnek, mert mi szeretjük az ígéreteket, szeretjük azt, hogyha szépen szólnak hozzánk, és hajlamosak vagyunk még akkor is elhinni azt a szépet, amit mondanak nekünk, még hogyha valahol a szívünk mélyen talán már sokszor csalódtunk, de mégis belekapaszkodunk abba, mert szeretjük, hogy szépen szóljanak hozzánk, és reményt ébresztenek a szívünkbe. De ezt azok is tudják, akik a világot vezetik, akik a marketinget megtervezik, tudják, hogy az embereknek kapaszkodni kell valamibe, és ezért ígérnek. Na most Jézus Krisztus, amikor lejött ide a földre, azt olvassuk róla, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ez nagyon szépen cseng. De én feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon a valóságban találunk-e olyat, ami fedi ezt a kijelentést? Vagy Isten csak tartalmatlanul beszél, azért, hogy ő is, mint a többiek, ugye csalók a reményeket ébresztenek az ember szívében. És drága testvéreim, lehetetlen, hogy megismerjétek azt, amit az Isten értünk tesz, és ne szeressétek őt. Mert amit Jézus mond, nem csak, hogy fedezete van a valóságban, hanem minél inkább megtudjuk, hogy mit is jelentett az Isten fia számára idejönni közénk, ha megtudjuk, vagy ha megtudnánk, hogy milyen messze ment Jézus azért, hogy megmutassa, hogy mit jelent az, hogy életet adni jöttem közétek, akkor nem lenne olyan hatalom menjen is földön, amely vissza tudná tartani az embert attól, hogy az Istent eszeveszetten, minden erejéből, teljes szívéből szeresse és kövesse. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Olvasom a János Evangélium a 10. fejezet 10. versében. És most meghívlak benneteket, hogy vegyünk csupán csak 4 példát. 4 történetet a János Evangéliumából, és vizsgáljuk meg röviden, hogy lássuk, hogy milyen módon fejezi ki Jézus ezt, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A János Evangéliuma 2., 3., 4. és 5. fejezetének az elején van egy ilyen történet, különben, hogyha figyelmesen olvassátok János Evangéliumát, meglátjátok, hogy a János Evangéliuma így van felépítve. Van egy történet, és az a történet, ami ott zajlik az evangéliumban, ugye, és általában a fejezet elején van lejegyezve, a fejezet többi része arról szól, hogy mi történt a fejezet elején. Vita lesz belőle. És olyan viták lesznek egyes fejezetekben, hogy a zsidók mit csinálnak? Köveket ragadnak, hogy Jézus megöljék. Azért, amit tett, vagy amit mondott. Na most, ez 4 csodálatos történet. És ahogy olvassuk őket, egyre mélyebb és mélyebb dolgok kerülnek a napfényre. A János Evangélium a 2. fejezetének az első versétől olvasom a Bibliát, és harmadnapon mennyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghivatik az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. Mit mond nekünk ez a történet? Én most keresztények előtt állok, és a keresztényeknek van egy gyengeségük. A keresztények mindent tudnak. Mi olyat lehet mondani a keresztényeknek? A Bibliából. Nem nagyon lehet olyat mondani. Mikor egy keresztény ideér a folyamatos bibliaolvasásban, hogy János 2. és 3. mennyegzőn Galileai Kánában, akkor belefárad, belebóbiskol, én ezt már tudom, annyiszor hallottam. Nem így van. Mi van itt igazából? Nekünk tudnunk kell, hogy Kána az Názáretnek a szomszéd faluja volt. És ez a két falu annyira különbözött egymástól, hogy szinte nem lehetne találni semmilyen közös vonást a kettő között, azon kívül, hogy mind a kettőben zsidók laktak. Názáret, mai napig, akik jártatok Názáretben, bizonyára emlékeztek, hogy a modern Názáret, ugye az most már egy nagy város, a régi Názáret fölé épült,
egy dombnak a tetejére, ahol nincsen rendes szántóföld, hanem minden föld körülötte köves, rengeteg kő, kavics, kopár, vidék, és a názáreti emberek azok milyenek voltak? Milyeneknek ismerjük a Bibliából a názáreti embereket? Csapnivaló szélhámosak, tolvajok. Olyannyira hírhet volt Názáret abban a világban, hogy egy adott pillanatban valaki felsóhajt, és azt mondja, hogy származhat-e valami jó? Ha valami jó származhat, akkor bárhonnan máshonnan jöhet, de Názáretből biztos, hogy nem. És tőle egy olyan 10-15 kilométerre, egy lankás völgyben, rendkívül jó termőfölddel, ott volt Kána. A kánai ember, az gazdálkodó ember volt. Mindene volt, mert szorgalmas volt. Dolgozott, minden megtermett neki, gazdagok voltak, jómódúak, dolgos emberek, becsületesek, mindenki tudta. Amikor eljött a termésnek az ideje, a szüretnek az ideje, a csavargó názáretiek lerohantak ugye éjszakánként, és megdézsmálták a vetéseket. Ezért a kánaiak megvetették és gyűlölték a názáreti embert. És most hol vagyunk? Kánában vagyunk, egy normális esküvőn, nem? Amit ott Názáretben csinál. Ha Názáretben lenne az esküvő, teljesen másképpen szemlélnénk ezt a dolgot. De most Kánában vagyunk, ugye, ahol van egy normális esküvő, normális emberek között, akik megadják a módját. És milyen vendégek vannak ott? Hívtunk egy pár csórót is ide, ugye? Lássák ők is, hogy kell egy normális esküvőt megszervezni. A názáreti az anyjával és a tanítványokkal ott van az esküvő, és az esküvő kellős közepében elfogyott a bor. Na most, ha ez Názáretben történik, akkor a kánaiak azt mondták volna, mi nem is számítottunk volna másra, mi így jöttünk felkészülni, ezektől nincs mit várni. Csapnivaló emberek, megyünk haza. De most hol vagyunk? Most képzeljétek el, hogy a kánai ember számára milyen szégyent jelentett felsülni az esküvő kellős közepén, avval, hogy megszűnt a bor. A szégyen, a megaláztatás. Amikor el kell tűrni azt, amit ők csináltak másokkal, lehet, hogy mások meg is érdemelték ezt a megvetést, de ők, a gazda emberek, akik becsületesek, akik tudnak számolni, most felsültek, nincs bor. És most jön a kérdés. Ha ti és én ott lettünk volna, mit mondtunk volna? És tegyük fel, hogy názáretiek vagyunk, ugye? Ha ti és én ott lettünk volna, a saját tapasztalatunkból kiindulva, mire vagyunk mi hajlamosak azokkal az emberekkel szemben, akik megvetnek minket, és akik az életük egy adott pontjában, ugye, csődöt mondanak. Mire vagyunk hajlamosak? Megérdemlik. Most csak azt kapják, amit ők is adtak nekünk. Menjünk haza. Részeg banda. Nem ezt szoktuk mondani? Amikor mások megvetnek minket, és megjön az alkalom, hogy mi ezt visszafordítsuk, gyertek, menjünk haza. És ott van egy názáreti, és mit csinál a názáreti? Öntsetek vizet ezekbe az edényekbe. Aztán merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Miért a názáreti nem fordította vissza a megaláztatást? Miért nem? Mert Jézus azért jött a világba, nem azért jött, hogy megszégyenítse az embert. Jézus nem azért jött a világba, hogy megmutassa, hogy mennyire bukott vagy. Jézus nem azért jött a világba, hogy visszafordítsa a keserűséget, amit ti adtatok neki. Hanem Jézus azt mondja János 10:10-ben, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Merítsetek és vigyetek a násznagynak. És mikor a násznagy megkóstolja, azt mondja, hogy ilyen finom vizet soha nem ittam. Ezt mondja? De miért nem adott nekik vizet? Azért, mert Krisztus tud örvendezni. Azért, mert Krisztus szereti azt, amikor az ember szent körülmények között tud boldog lenni. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Nincs olyan szent öröm ebben a világban. Nincs olyan ember, aki valaminek örvendezne,
a saját életében, még hogyha ateista is, én ezt így hiszem, még hogyha pogány is, de ha van valakinek az életében egy szeplőtlen öröm, akkor az Isten is tud vele együtt örülni. Mert ilyen az Isten, így érez az Isten. Én tudom, hogy mi emberek másképpen gondolkodunk. Én tudom azt, hogy az én szívemnek és a ti szíveteknek is más természetű indulatai vannak. De most arról prédikálunk, ugye, aki azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Ez még semmi ahhoz képest, ami a János harmadik fejezetében van. A János evangélium a harmadik fejezetében, az első verstől, ezt is a keresztények már tudják, úgyhogy most már lehet, hogy főszlegen is olvasom el. Vala pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel. Van közöttünk polgármester ma? Van közöttünk valamilyen kormányban dolgozó miniszter, vagy valamilyen, mit tudom én, kormány biztos, vagy helyettes, vagy nem tudom mi. Van ilyen közöttünk? Van közöttünk főorvos, vagy vezérigazgató? Van? Nincs. De azt mondja a Szentírás, hogy egy éjszaka jött Jézushoz egy főember. Most annyira volt főember ez a Nikodémus, hogy a zsidó nép vezető testületének egy tagja, amit úgy hívtak, hogy Sanhedrin, a 70-ek tanácsa. És Nikodémus a nép élén, vagy a zsidó nép, ha szabadna így fogalmazni, ha bár nem volt ez igazi értelemben parlament, mert a zsidó nép római elnyomottság alatt volt, a parlamentnek az egyik tagja jött éjszaka Jézushoz. Jézus kicsoda az emberek szemében? Kicsoda? Názareti, és ő egy kétkezi munkával, ugye, kenyerét megkereső ember. Egy ácsmesternek a fia, milyen a ruhája Jézusnak? Hány aranyfonal lehetett a ruhájában? Semennyi. Hány testőr vette körül? Mennyi bankszámlája volt? Még erszényes volt, az erszényes Júdásnál volt. Nem volt semmi a saját ruháján kívül. És tudjátok, hogy mi a probléma ebben a történetben, és mi nem veszük észre ezt a problémát ebben a történetben? Nem veszük észre azt a problémát, hogy itt rólunk van szó, és a társadalmi ranglétrán nálunknál feljebb beosztásban lévő emberekhez való viszonyunkról van szó. Mert általában az ilyen egyszerű ember, mint mi, én és ti, az ilyen egyszerű embernek van egy jellemhibája, amikor a nálánál magasabb beosztásban lévő emberről van szó. Tudjátok, mi a jellemhibája? Két szituáció van. Tolsztoj azt mondja, hogy a gazdagok azért rosszak, mert kizsákmányolják és dolgoztatják a szegényeket, de aztán így folytatja Tolsztoj, hogy a szegények azért rosszak, mert iridlik és meglopják a gazdagokat. A szegény embernek, vagy az egyszerű embernek, a hétköznapi embernek, ha megbocsátjátok, hogy így nevezzem most magunkat, ha megengeditek, hogy mi hétköznapi emberek vagyunk, azért kérdeztem, hogy nincs egy vezérigazgató, vagy a parlamentnek tagja közöttünk, vagy polgármester. Mi egyszerű emberek, ugye nekünk van egy jellemhibánk, van egy gyöngénk. Ez abban nyilvánul meg, hogy mi vagy hízelgünk a fejebb beosztásban lévő embereknek, hogyha az érdek megköveteli, vagy megvetjük őket. Én sokszor hallottam emberek között Romániában, de lehet, hogy Magyarországon is így gondolkodtok, hogy az ország legnagyobb tolvajai, azok öltönyben vannak, a legdrágább kocsikban, ugye, és a televízióban és a parlamentben ott vannak az ország legnagyobb tolvaj és kizsákmányolói. Lehet, hogy igaz? Lehet, hogy igaz? Nem én vagyok hivatott megállapítani ezt, de van egy ilyen gyöngénk. Én a kommunista rendszerben nőttem fel 10 éves koromig, és emlékszek, hogy ócsárolták Ceausescut a szüleim, és azok az emberek, akikkel esténként összegyűltek, hogy megbeszéljék, hogy milyen gazemberek a szekusok, és mennyire kizsákmányolják ezt az országot, és nem adnak az embereknek enni, és így tovább. És hogy Ceausescu levágja a villanyt. Én kisfiú fejjel gondolkodtam, hogy Ceausescu a padláson lehet, és ott elvágja a villanykábelt. De a valóság az,
hogy az egyszerű hétköznapi embernek az egyik gyöngéje az, hogy megveti a magasabb beosztásban, gyanakszik rá, és hogyha a kezébe kerül, akkor megalázza. Ez a mi gyengénk. Nem csak a gazdagok rosszak, hanem rosszak a szegények is. Az egri csillagokban, olvastátok az egri csillagokat, Dárdonyi azt mondja, hogy az egyik török janicsárnak a sátra fölé volt egy felirat, szegénységem, valaki olvasta az egri csillagokat, szegénységem, büszkeségem, nem csak a gazdag ember lehet büszke. Sátán tudja azt, hogy az emberek között hogyan rombolja le a kapcsolatot, hogyan szítson bizalmatlanságot és megvetést. Na most azért mondtam el ezt, most mindezt, azért, mert itt a történetben, a történet arról szól, hogy Krisztushoz, aki emberi szemszögből ugye egy ácsmesternek a fia, egy közember, ő hozzájön ráadásul éjszaka, egy rendkívül magas, nem, tehát a főpapnál, a főpapi beosztás az volt magasabb beosztás, annál, ami Nikodémus betöltött. Ilyen magas rangú valaki jön éjszaka hozzá. Miért jön éjszaka? Egyértelmű, hogy szégyelte és félt attól, hogy a közönség megtudja, hogy ő evel az egyszerű emberrel barátkozik, és éjszaka jön, tehát a gyávosságnak adta jelét. Hogyha mi hozzánk a polgármester éjszaka bepopogtatna, kimennél, kinyitnád az ajtót, te vagy polgármester, mit keres itt éjszaka? És főleg, hogyha tudod is, hogy miért jött hozzád, és főleg, hogyha tudod is, hogy milyen hátsó élete van, és hátsó szándékai vannak, itt a kellemetes alkalom, na ha férfi vagy, menj haza, és majd hívassál a polgármesteri hivatalra, és ott majd kérsz tőlem kölcsön, vagy kérsz, amit akarsz tőlem, de nem így éjszaka, hogy bujkálsz. Megvetjük magasabb beosztásban lévő embert. Jézus mit mond Nikodémusnak? Nikodémus, te ha férfi vagy, és hogyha olyan méltóságot törsz be, amilyennek tartod magad, akkor menj haza! És másnap itt és amott járok, ott megtalálsz, gyere! Ezt tette Jézus? Miért nem tette ezt? Mert Jézus nem azért jött, hogy megalázza az embert. Jézus nem azért jött, hogy sarokba szorítsa az embert, hanem miért jött? Hogy életük legyen, és bővölködjenek. Drága testvéreim, nyert valamit Jézus ezen az éjszakán? Kik voltak azok, akik Jézus Krisztus élettelen testét a keresztfáról levették? Nikodémus és Arimátia József. Kik voltak azok, akik elmentek Pilátushoz, hogy engedélyt kapjanak arra, hogy Jézus eltemessék? Nikodémus és Arimátia József. Ha valamelyik halászlegény, vagy valamelyik parasztember ment volna Pilátus portájára, úgy dobta volna ki őket, hogy a lábuk se érte volna a földet. De amikor elment két vezető ember a pogány vezető elé, akkor azokat meghallgatta, és teljesítette a kérésüket. Mert Jézus azért jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ennek a prédikációnak az a címe, amiért Krisztus és te a világban vagy. Amiért Krisztus és te a világban vagy. Krisztus azért jött a világban, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Te miért vagy ebben a világban? Miért születtél meg? Miért kaptál szereteted a szüleidtől? Miért tettek téged tisztába? Miért öltöztettek fel? Miért tápláltak téged és iskoláztattak téged? Miért nőttél fel? Miért áldott téged meg az Isten? Miért kaptál ennyi időt? Ez lenne a kérdésnek a másik oldala. János Evangélium a 4. fejezetével folytatnám. Ez csodálatos, ami itt van. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Nincsenek szavak, hogy elmondjam, hogy mi az a sok kincs és áldás, amit itt tanulhatunk meg, és vehetünk magunkhoz ebben az órában is úgy menni haza. A János Evangélium a 4. fejezetében, itt az első verset nem is olvasom el, mert nincs időnk rá vele foglalkozni. A lényeg az, hogy itt a 3. verstől azt mondja a Szentírás, hogy Jézus elhagyja Júdeát, és elmenne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie.
Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott vala pedig Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leül a forráshoz, mint egy 6 óra vala. Fontos tudni a részleteket. Biblia nem tartalmaz olyan részleteket, amelyek nem szándékosan kerültek volna bele a Bibliába. Azért vannak ott, mert valamit a Biblia mondani akar vele. A Biblia időszámításban a 6 óra, az a mi időszámításunk szerint déli 12 óra körülbelül, mert napkeltétől számolták az órákat, a napkeltét 6 órának veszük, akkor számoljátok hozzá, és meglátjátok, hogy hogy kell a Bibliában a napnak az óráit számolni. Tehát dél van, forró meleg, hosszú gyalogutazástól Jézus Krisztus porosan elfáradva. Tudjátok, hogy Jézus Krisztus éjszaka sokszor nem aludt. A Szentírásban olvassuk, hogy sokszor a napkelte Jézus Krisztust imádkozásban találja. És nagyon fáradt volt. Ne feledjük, hogy az Isten fia ugyanakkor ember fia is. Nem szabad elfelejteni. Hogy ő ember fia, ez egy aranylánc, amivel az Isten az ő szívét az emberi fajhoz köti. Ő ember fia is. Elfáradva megáll a kutnál, a tanítványok bemennek a városba, hogy élelmet vásároljanak. Szomjas. De nincs mivel meríteni, mert nem volt vödör, nem volt semmi, amit lebocsájthatott volna a kutba, hogy vizet merítsen vele. És ahogy ott várakozik, egyszer csak a láthatáron megjelenik egy asszony. Tudja valaki, hogy mit jelentett asszonynak születni 2000 évvel ezelőtt? Én rendkívül sajnálom, hogy ilyen volt az a társadalom, de jobb az igazságot tudni. Abban a társadalomban az asszonynak két szerepe volt. Az egyik szerepe gyermekeket szüljön és neveljen, és a másik szerepe háztartást vezesse. Két szerepe volt. A társadalmi életben az asszony nem szólalhatott meg. Senki nem vett komolyan egy asszonyt. Politikai életben s egyéb az élet más vetületei nem is lehetett elképzelni. Egy asszonytól a férfinak el lehetett válni, az asszonynak nem lehetett elválni a férjétől. De a férfi el akart válni tőle, akkor kirúghatta, persze úgy, hogy egy dokumentumot adott a kezé, egy okmányt, hogy ez nem egy könnyelmű asszony, hanem egy férjes asszony volt, de valami miatt a férje elbocsájtotta. Az asszony ezt nem tehette meg. Az a világ rendkívül igazságtalan volt az asszonyokkal. És most közeledik egy asszony, akit nem szoktak méltatni, akivel nem szoktak szobálni. Másodszorban milyen nemzetiségű ez az asszony? Samáriai asszony, ha valaki gyűlöltek a zsidók a környező nemzetek közül, a rómaiakat gyűlölték azért, mert ugye elnyomták őket, kizsákmányolták a nemzetet. De a társadalomnak egy rétege gyűlölte a görögöket is azért, mert hellenisztikus befolyást gyakoroltak ugye a papságra és a vezetőségre, és a konzervatív zsidók gyűlölték őket, mert elvilágiasították ugye a nemzetet. Gyűlöltek más nemzeteket is, ugye, akik ott éltek körülöttük, de legkiválóképpen és szívből utálták a samáriakat, mert a samáriak nem csak pogányok voltak, hanem hogyha a Bibliát figyelmesen olvasjuk, akkor azt is látjuk, hogy a samáriaiak egy konkurens vallást hoztak létre, templomot építettek, ugye, volt a samáriaknak Bibliájuk, amely Mózes 5 könyvét tartalmazta a samáriai nyelven, és figyeljétek meg, hogyha tovább olvasnánk, csak most nem olvassuk, a párbeszédet Jézus Krisztus és a samáriai asszony között, akkor ez a párbeszéd arról szól, hogy ki az, aki helyesen imádja az Istent. És a samáriai asszony azt mondja Jézusnak, hogy ti zsidók azt tartjátok, hogy Istent Jeruzsálemben kell imádni, mi pedig, és a mi atyáink azt tartjuk, hogy itt ezen a helyen kell imádni. De Jézus nem alacsonyodik oda le, hogy egy ilyen vallásos vitába keveredjék. Harmadsorban milyen előélete volt ennek az? Tehát asszony, egy gyűlölt, megvetett nemzet szülöttje harmadsorban. Milyen előéletű ez az asszony? Egy olyan asszonynak, akinek 5 férje volt, és a 6. az nem a férje, csak úgy összeköltözött, most már tudom, a modern világban nem számít ni semmi norma, nyugodtan költözenek össze, nekik jó, nekünk is jó, nem zavar. Jó, de egy olyan ember szemszögéből, aki a Bibliát, az Isten szereti, és az Isten parancsolatait érvényesnek tartja, tehát van egy mérce az életében, egy ilyen asszony igazából, hát ez nem tisztességes asszony. Hogyha mi lettünk volna Jézus helyében, mit csináltunk volna?
Lehet, hogy többen vagyunk itt férfiak, és lehet, hogy ti is voltatok ilyen szituációban. Én rengeteget utazom. És amikor utazom, van egy parkoló, ahol az ember ugye olykor megáll, de ha ne talán előfordul, hogy lassítasz egy ilyen parkolóban, hogy állj meg, ugye, lehet, hogy éppen vécére kell menni, vagy egyebet rendezni, lassítasz, hogy megáll, egyszer csak jön egy ilyen félmeztelen nő onnan valahonnan, hát hármasba teszed a kocsit, és úgy vágtatsz onnan, hogy nehogy a nyoma, vagy csak benyomást hagyjál magad után, hogy te egy ilyen helyen lassítottál. Miért? Én egy becsületes keresztény férfi vagyok. Ez az én presztízsem. Ez az én imidzsem. Rám felnéznek az emberek. Tudom, ki vagyok. Szeretném, hogy mások is tudják, hogy ki vagyok. Érdekelte Jézust egyáltalán, hogy milyen előillető ez a nő, hogy samáriai, vagy parázna, vagy ilyen, vagy olyan, vagy nő, vagy fél, számított ez Jézusnak? Egyáltalán nem számított. Tudjátok, miért nem számított? Mert én azért jöttem, hogy életük legyen, engem ez érdekel. Én nem érdekel, hogy milyen a hajad színe, milyen előéleted volt, vagy kivel jártál össze, vagy miket hazudoztál, vagy miket csinált, engem nem ez érdekel. Drága testvéreim, ha valaki nem fog a mennybe menni, nem azért nem fog a mennybe menni, mert bűnös. Hanem azért nem fog a mennybe menni, mert az Isten megváltó szeretetét visszautasította. Ha valaki lemarad az örök életből, nem azért marad le, mert hazudott, vagy valamilyen bűnje volt az életében, mert a bűnért van áldozat, van megbocsájtás. Ha valaki kimarad az örök életből, az azért lesz, mert nem tért meg, és nem hagyta, hogy ez a megbocsájtó szeretet átformálja a szívét. Miért fogunk elkárhozni? El fogunk kárhozni. Isten óvjon meg bármelyikénket is ettől. De Jézus nem az érdekli, ami minket érdekel. Amiért Krisztus a Földön volt, és a Földön van, azért van, hogy az embereknek életük legyen, és bővölködjenek. Te miért vagy ezen a Földön, drága testvére? Miért kaptál Istentől kegyelmi időt? Kinek köszönhető, vagy milyen célból kaptuk azt, hogy mi, én most pont 42 éves vagyok, sokszor gondolkodom rajta, mi haszna volt ennek a világnak én utánam? Mi haszna volt az embereknek én utána? Mi haszna volt a feleségemnek én utána? Mi haszna volt a gyermekeimnek én utána? Ha megkérdezitek a feleségemet, és a válasz az, hogy nem, hogy semmi haszna nem volt én utánam, akkor én vagyok a legboldogtalanabb ember ezen a világon. Én nem azért kaptam az életet ebben a világban az Istentől, nem azért kaptam az egészségemet, nem azért kaptam anyám csókját és a szeretetet, hogy saját magamnak éljek, hanem azért, hogy Krisztusnak éljek, és az emberekért éljek. De az embereknek nincs hasznuk utánam. Ennek a világnak nincs haszna utánam. Az emberek nem örvendeznek a munkám után. Nem kapnak áldást én utánam. Akkor én hiába éltem, és nem vagyok Isten gyermeke. Nehogy félreértés történjék. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ő Isten gyermeke, és ő önmagáért él. Ilyen kombináció nincs. Van sokfajta kombináció ebben az életben, de így összekombinálni a dolgokat nem lehet. Ha valaki én utánam akar jönni, mondja Krisztus, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztét és kövessen engem. Az is lehet, hogy nem. Én nem mondom, hogy mindenki követi Jézust. Az is lehet, hogy nem. De ha nem követjük őt, akkor nehogy abba a félreértésbe éljük a mi kereszténységünket, az úgynevezett kereszténységünket, hogy őt követjük, mert nem őt követjük. Bárkit, bármit, de őt biztos nem. Mert ő azért jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek. És amennyiben az én életem ezt tovább adja az emberek felé, akkor én is azért vagyok ebben a világban, hogy az embertársaim éljenek és bővölködjenek. Az idő mindjárt lejárt, de még mielőtt tovább mennénk az 5. fejezethez, az utolsó történethez, kérdezek benneteket, nyert valamit Jézus? Még valamit kihagytam ebből a történetből, egy csodálatos dolog, amit kihagytam ebből a történetből, muszáj elmondjam. Mi az iratlan szabály, hogy ki után szokott szaladni ebben a világban? Az alacsonyabb beosztásban lévő szalad, vagy kér szívességet a magasabb beosztásban lévőtől, vagy
A magasabb beosztásban lévő ember szokott szívességet kérni, vagy szaladni az alacsonyabb beosztásban lévő. Hogy szokott lenni? Akkor elmentek a polgármesteri hivatalra, hogy szokott lenni? Jön a polgármester, és megkérdezi, a Kovács úr itt van, jaj de jó, mivel szolgálhatok? Így szokott lenni? Általában fordítva szokott lenni. Elmegyek a polgármesteri hivatalra, várok egy órát, megjelenik a polgármester, és mondom, polgármester, itt vagyok, mit keres? Igen, jó, oké, várjál még egy órát, majd jövök majd vissza. És aztán megint jön egy óra, megint rohossz utána, a polgármester, itt vagyok, jó, jó, mindjárt foglalkozok. Hogy szokott lenni? Ő szokott utánunk szaladni, vagy mi szokott, vagy elmegyünk az orvosi rendelőbe, nem tudom Magyarországon, hogy vannak az orvosi rendelők, biztos, hogy itt rend van, és úgy van, hogy nem kell várni soha be. Hogyha időzítést kaptunk, mit tudom, 3 órára, akkor rögtön abban a pillanatban jön az orvos, és azt mondja, tessék, vártam. Romániában úgy van, hogy sokat kell várni a rendelő előtt, és ha véletlenül kijön az orvos, lósz, tehát doktor, itt vagyok, maradj ott, még van 30 páciens előtte. Nem igaz? Így szokott lenni. Tehát általában az alacsonyabb beosztásban lévő szokott szívességet kérni, vagy szaladni, vagy várni a magasabb beosztásban lévőtől. És itt ebben a történetben, itt van az Isten fia. És ott van egy szár szerencsétlen pogány nemzet szülöttje, akinek tudjuk, milyen előélete volt. Ki kér szívességet? Asszony, adj innen. Tudjátok, hogy ki szólal meg Jézuson keresztül? Maga az Atya. Na, ilyen az Isten szíve. Az Isten szíve sóvárog irántatok. Vágyakozik arra, hogy vegyétek észre őt. Hogy fedezzétek fel, hogy honnan van a jó az életetekben. Az Isten szíve érzéken. Nem számít, hogy te vagy a durcás, és te hordod fönt az órodat. Nem ez számít az Istennek. Az Istennek az számít, hogy hogyan tudnám megszólítani ezt a makacs embert. Nem baj, ha én kell megalázkodjak. Nem baj, ha én kell a kedvében járjak. Asszony, adj innom. Csodálatos. Nyert valamit Jézus? Nyert egy lelket? Nem. Egy egész falut megnyert. Mert a falu népe utána az asszony bizonyságára kimegy oda Jézushoz. Jézus meggyógyítja a betegeiket, megáldja őket, és az emberek hisznek és boldogok, hogy megváltó jött közéjük. Drága testvéreim, az utolsó történet a János evangéliuma 5. fejezetében található, még rengeteg történet van a Bibliában, de az 4 közül, amivel ma szeretnénk foglalkozni, ez csúcs. Olyan mélységek vannak itt ebben a történetben, amelyeket mi magunkkal kellene vinnünk egész életünkre. A történet, az első versben olvasom, hogy ezek után ünnepük vala a zsidóknak, és felmenne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkorosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavará a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Drága testvéreim, jártam ezen a helyen, akik Jeruzsálemben jártatok, lehet, hogy ti is meglátogattátok. Ahogy az Olajfák hegyéről lejövünk, szembe velünk van a város. A város északi sarka fölé, közeléhez, van egy kapu, ami mai napig áll, ez a jó kapu. Szóval a kapu mai napon is be lehet menni. És a kaputól vagy 100 méterre, 100-150 méterre jobbra kiásták a Betesda tava romjait. Én azt meglátogattam, és eszembe jutott ez a történet, hogy egy nyári meleg napon Jézus is belépett oda. Szentírás azt mondja, hogy mikor Jézus betekintett, mit látott maga előtt? Betegeket. Na most azt nem úgy kell elképzelni, mint a modern világ kórházaiban, hogy mikor elmegyünk a kórházba, akkor ilyen fertőtlenítőszer illata érzik, ugye, és ha valaki egyet nyög, akkor 3 orvos és 3 asszisztens rögtön ott terem. Na úgy kell elképzelni azt a világot. Abban a világban, ahol ilyen emberek gyűlnek össze, nyári melegben ott büdösség van. Nem kell szépíteni a dolgokat, hanem látnunk kell a valóságot úgy, ahogy van. Mert minden tisztában látjuk a valóságot, annál nagyobb az Isten dicsősége. És Jézus belép oda. Lehet, vannak olyan betegek, akik nyöszörögnek. Kinek kell egy beteg ember ma? Kinek van szükség beteg? Van valaki, akinek szüksége van, hogy nagyon hiányzik egy beteg édesanyja, aki mondjuk 89 éves?
Hiányzik valakinek egy béna ember? Mindenki elkerül az ilyesmit, nem? És úgy hágják át Isten ötödik parancsolatját a mai keresztények, hogy beküldik az anyjukat vagy az apjukat az öregek otthonába. Tiszteld atyádat és anyádat, mondja az ötödik parancsolat. Na most, drága testvéreim, Jézus belép oda, és maga előtt látja ezt a rengeteg beteget. Nyomorékok, aszkorosok, és ki tudja, milyen egyéb betegek vannak ott. Ott hevernek. Mire gondolhat az Úr? Én ezeket ma mind meggyógyítom. Igen ám, de szombat volt. És a zsidó mentalitásban szombaton nem volt szabad semmit cselekedni. A zsidók, ha a zsinagóga egy mérfölddel távoló volt az otthonuktól, és ezt csinálják mai napig a zsidók, akkor szállodát bérelnek, egy olyan szállodát, amely egy mérföldön belül van, ugye a zsinagógától, és úgy mennek a zsinagógába. Tehát a zsidók a szombatra olyan terheket szőttek, a zsidó hagyomány tönkretette a szombat ünneplést. Tönkretette. Ahelyett, hogy a szombat egy örömünnep lett volna, ugye, ahogy az Isten adta azt az embernek, a zsidók tönkretették, és egy kínlódássá, egy nehézségé, egy nyomasztó teherré tették a szombat ünneplést a zsidó nép számára. És Jézus tudta, hogy ha ő meggyógyítja azokat az embereket, akkor a zsidó nép vezetői oly mértékben botránkoznak meg benne, esetleg még lázadást is szítanak, hogy ez olyan akadályokat gördítene az evangélium felsőbb ugye, rangú útjába, hogy tudta, hogy ezt nem teheti meg. Mert akkor tönkretesz az evangélium munkáját, és feleslegesen ugye, lázadást szít a nép körében. És képzeljétek egy ilyen szerető szívet, amíg szánja, amelyiknek hatalmába lenne, mert mi is tudunk szánakozni, ugye? Azt mondjuk, jaj, szegény ember, fú, milyen borzalmas, utána megyünk el. Mi is szánjuk az embereket olykor, de mit a kisujjunkat sem mozdítjuk értük. Egyrészt azért, mert lehet, nem tudunk segíteni rajtuk, de itt most valaki olyan van, aki szánja őket, és szereti őket. Segíthetne rajtuk. De nem teheti meg. És mielőtt Jézus sarkon fordul, és itt jön a történetnek az a része, ami minket érdekel. Mielőtt Jézus sarkon fordul, talán visszanéz egy percre, és elhatározza, egyet meg fog gyógyítani. Én úgy nem megyek innen, hogy legalább egyet ne gyógyítani meg. Egyet meg fog gyógyítani. Ha mi lennénk Jézus helyébe, hogyan tennénk? Van egy náthás. Na, avval foglalkozunk. Vagy mit tudom én? Valami könnyűt választanak, nem? Melyik választja a béna embert? Tényleg ma? Ha kiválaszthatnánk, hogy amikor anyánkat, vagy apánkat el kell gondoznunk, akkor is elgondozzuk, hogyha mit tudom, hány éven keresztül bénák. Senki nem választana ezt. Ha náthás, vagy eltörte a lábát, valót megoldjuk, nem? Jézus, mikor arról van szó, hogy kiválassza, tudja, hogy egyet jó fog meggyógyítani, mikor ki kell választania, hogy melyiket gyógyítja meg, Jézus kiválasztja a legkétségbejtőbb esetet. És látja, hogy van ott egy beteg, aki 38 esztendeje ott hever. Én 42 éves vagyok, én majdnem annyit éltem, és hála Istennek, nagyon hálás vagyok azért, amit adott az Isten az én életembe, feleséget, gyermekeket, munkát, embereket, drága embereket, nagyon hálás vagyok érte, rengeteget járok, kelek mindenfele. Én majdnem annyit éltem, mint amennyit az az ember hevert. 38 évig. Tudja valaki, mit jelent 38 évig bénának lenni? Fogalmunk sincs, hogy mit jelentett az élet ennek az embernek. És Jézus mielőtt sarkon fordul, elhatározza, az egyiket meggyógyítom, de melyiket? 38 éve hever. Kiválasztja a legsúlyosabb esetet, amelyiknél már a remény se él. És oda megy Jézus hozzá, és azt mondja a Szentírás, a 6. versben, ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta,
hogy már sok idő óta úgy van, tehát Jézus tudta, hogy kit szólít meg, mondani ki, te be vagy oltva. Mi hogyan különböztetjük meg az embereket? Vigyázz! Ha beoltottak, akkor ez gyanús ember. Te nem vagy beoltva? Hát, lemaradtál társadalomban, tudományellenes vagy, reménytelen a helyzeted, és akkor az ördög megosztja a keresztényeket, akik be vannak oltva, és akik nincsenek beoltva. Normálisak vagyunk mi? Vagy csak Erdélyben történik ilyesmi, hogy az emberek ennek alapján különböztetik meg egymást? Vagy oda megy Jézus hozzá, és azt mondja, te hordasz maszkot? Én találkoztam ilyen szituációval a keresztények között. Egyesek, akik azt mondták nekem, mi nem hordunk maszkot. Nekem senki nem parancsol, hogy hordjak maszkot, nem hordjak. Ki az? Találkoztam olyan keresztényekkel, akik maszkot hordtak a pandémia alatt, és megvetették azokat a testvéreiket, akik nem hordtak maszkot. Miért vagyunk mi ebben a világban? Hogy újra mutassunk egymásra? Miért vagyunk ebben a világban? Hogy leírjuk a másikat azért, mert én külön vagyok, elpletykáljuk, azért vagyunk mi ebben a világban? Érdekli Jézust, hogy ez be van oltva, vagy nincsen, vagy van maszkja, vagy milyen élete volt? Érdekli ezt Jézus? Egyáltalán. Mikor Jézus odamegy egy beteg emberhez, én nagyon szeretem, amit Jézus mond, nagyon szeretem. Tudjátok, hogy életem sötét pillanataiban hányszor jut eszembe ez a kérdés? Oda megy Jézus ez a szerencsétlenhez, aki nem is remél, a válaszából kitűnik, hogy ennek már reménysége sincs. Odahajol fel, és szemébe is azt mondja, akarsz meggyógyulni? Fantasztikus. Ilyen kérdés, akarsz meggyógyulni? Ki az, aki meggyógyíthatna? Azt feleli a betegember, senkim sincs, senkim sincs, senkim. Én egyedül vagyok ebben a világban. Nincs segítsége. Milyen kérdés, akarsz meggyógyulni, kihinni ezt, hogy valaki tényleg ezt kérdezi tőlem, és nem csak hogy kérdezi, hanem meg is teheti velem. Most mondjak valamit? Remélem, hogy nem fogtok megsérteni. Én mindig bocsánatot kérek előre, akikkel voltunk az este, és mindig előre bocsánatot kértem azért, amit mondok. De jobb, hogy elmondjuk az igazságot. Minden emberi közösségben, mindenhol, ahol emberek gyűlnek össze, itt most közöttünk is fennáll ez a helyzet. Itt közöttünk, mondjam el, hogy hogyan gondolkodtok egymásra, vagy inkább magamat is beleértsem, én is hajlamos vagyok erre. Tudjátok, hogyan gondolkodunk egymásról? Vannak komoly, talpra esett, istenfélő keresztények közöttünk, és vannak olyan gyenge hívők. És ti egymás között tudjátok, hogy melyik az a komoly, talpra esett, istenfélő, és melyik az a gyenge hívő. Ti magatok között ezt tudjátok? A mi kis csoportunkban is, ha bár lehet egyesek, nem is ismerjük egymást, csupán csak egy néhány napja, mi is hajlamosak vagyunk, bárhol, ahol emberik, menjetek az óvodába, és nézzétek meg a gyermekeket. Lépjetek be azok kis világukba, és meglátjátok, hogy azok az óvodás gyermekek is így gondolkodnak egymásról, hogy vannak, akik aztán jó törtetők, és vannak, akik olyan gyengék. Így gondolkodunk. Na most, drága testvéreim, ez a prédikáció itt a végén, tudjátok, hogy kinek szól? Itt ebbe a gyülekezetbe, itt ma a keresztények között, akik összegyűltünk, mert mind keresztények vagyunk, attól függetlenül hova járunk, közöttünk van egy, kell lennie egynek, aki a leggyengébb. Aki a leggyengébb keresztény, én nem túlzok. Valójában van valaki közöttünk, aki tényleg a leggyengébb keresztény. Lehet, hogy az, akire mi gondolunk, lehet, hogy az, aki nem gondolunk. Drága testvéreim, nekik szól, ennek az embernek szól a prédikáció. Aki a leggyengébb keresztény. És tényleg van egy ilyen ember. Megismerem nevezni. Én vagyok az. Én vagyok az a gyermeke az Istennek, aki nagyon sokszor az Isten kegyelmére szól.
aki gyenge. Ha valaki elmondhatja Pál apostollal, akkor én ma itt előttetek elmondhatom, hogy az első vagyok a bűnösök között, és ezt nem szerénységből mondom el, Pál apostol nem szerénységből mondta el. Jeremiás sem szerénységből beszélt a saját szívéről, amikor azt mondja, hogy csalárdabb a szív, mindennél és felettébb gonosz az. Tudjátok, miért mondom ezt el itt előttetek ma? Mert Jézus, amikor gyógyítani akar, ő kiválasztja a legkétségbeejtőbb helyzetet. Megkeresi azt, és megkérdezi tőle, fiam, akarsz-e meggyógyulni? Igen. Akarok meggyógyulni. Drága testvérem, ne hasonlíts magad össze a másik testvére. Gondolkodj el a saját életed felett. Milyen fajta ember vagy te? Milyen keresztény vagy te? Miért vagy te ebben a világban? És nem számít, hogy milyen életed volt eddig. Jézus, lehet, hogyha magadat bűnös embernek érzed, akkor Jézus te hozzád is lehajol, és megkérdezi tőled, fiam, akarsz-e meggyógyulni? Szívemből kívánom, drága testvéreim, hogy hozza el az Isten fia mindazok számára gyógyulást, akik hajlandóak elhinni és elfogadni az ő segítségét. Mert ezért jött Jézus, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Amen. Köszönjük szépen a Jóisten igéjét. Életünk legyen, és bővölködjünk. Ez a két szó milyen mély tartalommal megszólalt most előttünk, és kitárulkozott. Köszönjük szépen a Jóisten igéjét, hogy ezt megnyitottad, és Jóisten áldjon meg ezért, és mindannyiunkat, hogy ismerjünk magunkra, amire szükségünk van. Isten tiszteltünk végén a 159-es ének első két verszakát énekeljük, ima után pedig majd a negyediket. Imádkozzunk. Mi atyánk, a mennyekben lakozol, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus elküldted közénk ebbe a világba azért, hogy megmutassa, hogy mi van a te szívedben. Köszönjük, jó atyánk, neked azt a gondoskodást, azt a féltő szeretetet,
azt a jóságot, a segítőkészséget, a te hatalmadnak íj mértékű kibontakozását, amikor hozzánk bűnösökhöz és betegekhez lehajoltál. Kérünk, drága jó atyánk, hogy add, hogy a mi szívünk engedjen ennek a szeretetnek. Add, jó atyánk, hogy nyissuk meg lelkünk kapuját te feléd. Hagyjuk, hogy a te szent lelked által jöjj és lakozz bennünk. Tudjuk, hogy minket is megkérdezel, ha akarunk-e meggyógyulni. Igen, Uram, valljuk, hogy bűnösök vagyunk, és akarunk tisztulni. Kérlek, jó atyám, hogy áld meg mindazokat, akik ebben az órában összegyűltek ezen a helyen. És add, hogy mindaz az ige, amely te tőled jött, az legyen szívükbe zárva, és teremjen gyümölcsöt a te örömödre és az örök élet számára. Maradj velünk a nap további részében, és segíts meg, hogy úgy, ahogy láttuk, hogy te miért jöttél ebbe a világba, kövessünk téged, kerüljön bármibe is kerül, és mi is azért legyünk ebben a világban, amiért te is vagy. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, Jézus Krisztus nevében könyörögtünk. Amen.